Sziasztok! Akkor most egy főzős videó, az már úgyis régen volt. Igazából ki kell próbálni itt az új konyhába az új ezért a főzőlapot, meg ugye egyébként a konyhában minden működik, úgyhogy most főzés lesz. Hát debreceni, úgyhogy nem egy hatalmas dolog, azért túl nem vállalom magam, de úgyis régen volt főzős videó, hát akkor majd lesz most. Ami kell hozzá, az itt van. CVA-ból debreceni, meg egy csilis ketchup. Van kenyér is, csak azt most nem hoztam ide. Igen, ahogy Zoli bácsi mondaná, kenyér nélkül dúva lenne, úgyhogy van kenyér is. Hát az ismerős lehet, az jött. Viszont a tűzhely az teljesen új. És ugye mivel itt nincsen gáz, ez villanyjal működik. Kezdjük azzal, hogy vételezünk vizet. Igen, sajnos mosogatógép sincsen, mert a régi nem fért ide, újat meg még nem tudtam venni. De majd idővel lesz az is. Akkor először is próbáljuk meg majd bekapcsolni, talán így. Igen. És akkor, hát nem tudom melyikre tegyük. Olyanra kéne, ami igazából a legjobban elnyeli. Hát állítunk erősséget. Ja, hát mindegy. Legyen mondjuk egy ötös. És ha minden igaz, akkor itt kezd el majd melegedni. Hát eddig még nem sikerült neki. Itt még mindig nem melegszik. De most már melegszik. Jó. Szóval idővel beindul. Oké, tehát... Ha rátesszük a vizet, akkor előbb-utóbb fel fog forni. Sőt, szerintem turbozzunk neki oda. Nyomjuk be 9-esre. Aha, és látjátok? Na, most egyből beindult. Hát nem indukciós egyébként, hanem hagyományos kerámia. De főzőlap. Hát mindegy. Maradjon 9-esen, hadd szóljon. Egyébként egyszer már volt rajta melegítve pacal, úgyhogy elvileg működik. És akkor addig, hát csak... Ugye nincs, aki fogja a kamerát, de itt van ez a kés, addig kivágom a debrecenit. És majd amikor a víz elkezd forni, akkor bele kell dobálni, és utána hát gyakorlatilag így kell megmelegíteni. Nem is igazán kell lesz főzni, csak megmelegíteni. Aztán amikor már kész van, akkor meg kiszedni ebbe a tányérba, kecsapot rá, aztán lehet enni. Hát, látok, így semmi egyéb visszajelzés nincsen, viszont így pöcre röfre indul. Van még rajta itt egy pár gomb, amit nem, hát... Erről mondjuk tudom, hogy ez mire való, ezzel lehet szüneteltetni, és elvileg ezzel meg lehet valami órát is állítani. Mert egy állítsuk be, na mennyi, 3 percet állítsunk rá, és akkor... Azt nem tudom, hogy lekapcsolál, vagy csak vinnyogni fog, hogyha... Na jó, most megnyomtam, na? Vagy nem? Na, most akkor mi van? Na. Jó. Na, ne villog. Jó, hát akkor legyen 3 perc, most nem nyugodok most már hozzá. Ezzel elvileg lehet kapcsolgatni különböző dolgok. Aha, és nézzétek, hogy számol vissza. Na mindenki fogjuk ezt majd tanulni, ezt a tűzhelyet. Na most az mi az előbb? Az előbb visszaszámolt, most már 0-3-at írt ki. Aha. Na mindegy, előbb-utóbb el fogok jönni, ami mire való. Úgyis csak az alapvető dolgokra fogom használni szerintem. És olyan sok gomb ezen egyébként nincsen. Van ez a pauze, ez arra jó, hogy ezzel lehet szüneteltetni a főzést úgy, hogy lekapcsol, viszont a programot, ami beállítottál neki, az megtartja. Hát most nagyon érdekes, nincsen, hogyha több dolgot csinálsz rajta, akkor lehet azt, hogy ezen beállítasz 4-est, azon 9-est, a másikon meg 3-ast, és akkor mindegyiken fő valami. Na, ezt még megvárom, mi történik akkor, hogyha ez lejár. Na. Figyelünk. Kikapcsolta. Na, hát a debrecenik már benne vannak. Hát forjon. És már ugye forra a víz is, úgyhogy működik ez. És már csak meg kell várni, még megmelegszik, aztán lehet enni. Akkor majd jön a kóstolás. És akkor szerintem már ki is lehet kapcsolni. Na, csak így vissza kell vinni nullára. Talán, aha, most van kikapcsolva. Viszont ilyenkor még melegít, ameddig ki nem hűl teljesen. És ki is kapcsolt.
Most akkor vagy... Ja nem, most kapcsoltam vissza. És akkor most, ja, H betű, akkor... Ja, az lehet, hogy azért, mert még meleg. Ja, hát idő kell, mire kihűl. Hát kész is van. Hát kóstolás, nem tudom, hogy fogom fölvenni, mert még a kamera állványt azt nem találtam meg. De itt van valamelyik dobozban, csak még nem került elő. Hát akkor kóstoljunk. Ketchup. Jó lett, megfőtt. Na, akkor legalább az új konyhába is lett most már egy főzés videó, majd egy dolabig szerintem másik nem lesz. Úgyhogy érjétek be ennyivel. Sziasztok. Live az még lehet, hogy lesz ma este.